A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 469. dicséretet, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szíveinkben, és imádkozzunk. Azt énekeltük az előbb, drága Urunk Jézus Krisztus, hogy láss meg engemet, bennünket. Mégis most imádságban azért is hadd könyörögjünk, hogy mi is megláthassunk téged. Hadd legyünk úgy, mint a te gyermekeid, akik nem láttak mást, csak téged egyedül. Bocsásd meg, hogy sokszor levesszük a szemünket rólad, bár tudjuk, hogy te mindig szemmel tartasz bennünket, és köszönjük, hogy a mi drága mennyei atyánknak a füle is, ami könyörgésünkön van, pedig mi sokszor elfelejtkezünk könyörögni, imádkozni, előtte hódolni. Köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és köszönjük azokat a testvéreket is, akik lehet, hogy hetek vagy hónapok után most először jöttek a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy egyre többen vagyunk, akik itt a templomban hallgatjuk a te igédet. Kérünk téged, hogy egy néppé és egy sereggé tégy bennünket azokkal, akik ezt még otthonaikban teszik, vagy esetleg tőlünk távol, a világ másik részén teszik ezt ma vagy holnap, amikor bekapcsolódnak az énekbe és az ige hallgatásba, az imádságba és a hódolatba. Kérünk, hogy nyisd meg előttünk a te igédet, hiszen nem csak kenyérrel élünk,
hanem minden igével, amely a te szádból származik. És engedd, hogy ne emberi beszéd hangozzon, hanem miközben hirdettetik az ige, hadd vegyük úgy, mint a te beszédedet, mint amit te akarsz mondani nekünk. Köszönjük, hogy jól ismersz bennünket, és tudod, hogy mire van szükségünk. Táplálj minket hozzánk illő eledellel. Köszönjük, hogy meghallod a mi könyörgésünket. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Mózes első könyve 33. fejezetéből. Egy néhány verset hallgassunk meg a fejezet elejéről és végéről. Jákob pedig felemelte szemeit, és látta, hogy íme Ézsau jön, és 400 férfi ő vele. Megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé és a két szolgáló mellé. És előre állítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul. Maga pedig előttük ment, és 7-szer hajtá meg magát a földig, míg bátyjához jutott. Ézsau pedig elébe futván megölelte őt, nyakába borult, és megcsókolta őt, és sírtak. Jákob pedig ment Szukkótba, és épített magának házat, barmainak pedig hajlékokat csinált, s ezért nevezé a helynek nevét Szukkótnak. Annak utána minden bántás nélkül ment Jákob Mezopotámiából jövet Sikem városába, amely volt a Kánaán földén, és letelepedék a város előtt. És megvette a mezőnek azt a részét, ahol sátorát felvonta Kámornak, a Sekem atyának fiaitól 100 pénzen, és oltárt állított ott, és nevezé azt így névvel, Isten, Izrael istene. Kedves testvérek, a Jákob nevéhez fűződő történeteket olvassuk ezekben a napokban az Ószövetségből. A mai ige szakaszunk egy nagyon fontos határ után van, történik, ami a Jabbók révénél volt, és ahol Jákob új nevet kap, miután az Úrral tusakodik, és kimozdítja az Úr az ő csípőjének forgócsontját, és nem csak legyőzi, hanem meggyőzi őt. És a következő fejezet, a mai igénk arról szól, hogy Jabbók révétől hogyan indul tovább Jákob az élet útján. És azért szeretném a testvérek elé hozni ezt a mai igét, mert nem csak Jákob élet útjából fogok felvillantani néhány eseményt, hanem egy nagyon érdekes szemszögből szeretném megnézni a Jákob mostani történetét, ami az Ézsauval való kibéküléséről szól, mégpedig valahogy olyan szemszögből, hogy milyen lelki utat jár meg az Isten újjá született, megváltott gyermeke. Milyen harcai vannak, milyen küzdelmeket folytat, milyen tusakodásai vannak, és majd meg fogjuk nézni, hogy mit mond erről az Isten igéje az Új Szövetségben, az apostoli levelekben is, meg azt hiszem, hogy mindannyian saját tapasztalatból is egy csomó mindent hozzá tudnánk még ehhez tenni, hiszen mindenki, aki a lelki harcot harcolja, annak már nem csak sebei vagy sebhelyei vannak, hanem vannak tapasztalatai is, amiket másoknak át tud adni. Tulajdonképpen arról szól ez a fejezet, így van a címfeliratban, hogy Jákob kibékül Ézsauval. Én mégis arra gondoltam, hogy először hadd legyen szó nem a két ember közti kibékülésről, hanem először legyen szó arról, hogy a hitharcait vívó embernek ott belül milyen békességünk van. Tehát nem csak az, hogy kifelé hogyan békülünk meg, vagy hogyan békülünk ki valakivel,
akit megbántottunk, vagy megsértettünk, hogyan rendeződnek kapcsolatok, hanem a Jákob szívében milyen békesség van. Ott hogy tud megbékülni bizonyos dolgokkal? A Jákob belső életének a lelki ügye, amiről Jézus Krisztus beszél a János 14.27-ben például, ahol nem arról beszél, hogy a tanítványoknak ki kell békülni valakivel, hanem arról, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. És Jézus Krisztus nem arról a békességről beszél, amely két ember között van, hanem arról, ami itt van a szívben. Ugye, ha valaki valamilyen döntés előtt áll, szoktuk is tőle kérdezni, hogy van-e békességed benne? Van-e békességed felőle? Nyugalmad van ebben a dologban? Békességet kaptál az Úrtól ebben a döntésben? És amikor azt mondjuk rá, hogy igen, békességet, ott nem két ember között való megbékülésről van szó, hanem arról a szívbéli bizalomról és békességről, amit az Isten szent lelke és szeretete munkál a mi emberi szívünkben. Augustinusnak tulajdonítják azt a híres mondatot, vagy megállapítást, ugye, hogy nyugtalan a mi szívünk addig, Uram, míg benned nyugalmat nem talál. És amikor egyszer úgy ezen elgondolkoztam, nem megkérdőjelezve azt, hogy ez valóban így van, de arra gondoltam, testvéreim, bizonyára saját tapasztalatomból is, hogy de jó lenne, ha csak addig lenne nyugtalan a szívünk, míg az Úrban meg nem nyugszik. De jó lenne, ha csak addig lenne. De hát látjuk a Bibliában, hogy ez nem így van. Hát a mi szívünk utána is nem lesz nyugtalan. Hát Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, hogy most már ismertek engem, milyen nyugodtak vagytok, hanem azt mondja nekik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Mert Jézus Krisztus tudta, hogy a tanítványok szívében azért ott van a nyugtalanság. Ó, de jó lenne, ha csak addig lennénk nyugtalanok. Ameddig Jézusban meg nem nyugszik a mi szívünk, amíg nem találunk benne megváltásra és új életre. De jó lenne, testvéreim, nem lenne annyi átvirasztott éjszakánk, akkor nem kellene olyan nehezen elaludnunk sokszor, vagy amikor éjszaka felkelünk, akkor így szoktuk mondani legalábbis mi otthon, hogy járt az agyam. Hát elkezdünk valamin gondolkozni, behergeljük magunkat, ugye egyre jobban beleássuk magunkat, és akkor vége, kialvatlanul kelünk fel. Miért? Hát mert ott van a nyugtalanság. Ugye érezzük, hogy bárcsak addig lenne nyugtalan a mi szívünk, testvéreim, amíg benne nyugalmat nem talál. Mert látjátok Jákob életében, hát ott a jabók révénél, amikor legyőzetik Jákob és megáldatik az Úrtól, hát mivel folytatódik a 33. fejezet? Hát pontosan a félelemmel, a nyugtalansággal, az emberivel. Hiszen testvéreim, nem maradhatott Jákob a jabók révénél, feljött a hajnal, bocsáss el engem, a tanítványok nem maradhattak ott a megdicsőülés hegyén, pedig azt mondták, hogy de jó nekünk itt lenni, építsünk itt három hajlékot, ugye? És maradjunk itt, de nem lehetett, mert le kellett menni a hétköznapok valóságába, a misszió területére, le kellett menni a hétköznapi harcaiknak a mindennapjaiba, le kellett menni és járni az ő életútjukat. Igen, testvérem, ez fogott meg ebben a történetben, az, amit Pál apostol a Filippi levélben mond, és amit az íge úgy ad elénk, hogy azzal bíztatja Pál a Filippi belieket, hogy az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Hát miért bíztatja őket ezzel? Hát azért, mert a Filippi gyülekezetben is volt nyugtalanság. Azért biztatja őket, hogy az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket, gondolataikat Jézus Krisztusban, mert erre volt szükségünk. Éppen ezért ezeket a belső rezdüléseket vizsgáljuk meg ma, testvéreim, valahogy úgy, hogy milyen a mi lelki utunk a Krisztussal.
Milyen a mi lelki utunk Jabbók réve után? Milyen az az élet, amit Krisztussal járunk? Milyen harcok jellemzik a mi életünket, amikor átéltük már a megváltás csodáját és kegyelmét? És hogy ez mennyire így van, az Új Szövetségből hadd hozzak példát, vagy példákat, testvérek. Gondoljatok például Péter első levelére. Lehet, hogy előttetek van ez a levél. Most, amikor én megnéztem, ismét elém jött, hogy 12 vers szól arról a levél első részében, hogy a hívők Jézus Krisztus kegyelméből újjászülettek, ugye újjászült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van, fenntartva számunkra. És figyeljétek meg, hogyan folytatja Péter. A 13. vers hogy kezdődik? Annak okáért. Vagy ahogy más Biblia fordításban olvasuk, ezért tehát. És akkor miután 12 versben elmondta, hogy az Isten kegyelme a hívőt újjászülte élő reménységre, utána fejezeteken keresztül arról beszél Péter az akkori hívőknek, hogy ezért tehát, és olvasom, felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amely tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életetekben. És utána nem folytatom tovább, beszél a házastársakról, beszél urakról és szolgákról, hogy hogyan viszonyuljanak egymáshoz. A 4. fejezetben arról, hogy az Isten akarata szerint éljetek, vagyis tulajdonképpen arról beszél Péter, hogy az újjászületett keresztjén ember hogyan harcolja naponként a hitnek a harcait. Amikor szokták mondani emberek, nem baj, ha mondjuk testvérek, nem azért mondom, hogy az ébredés idején, mert amikor én megtértem, de én sokakat megszoktam akkor kérdezni, és mi van ma? Mit harcoltál ma? Hogyan harcolod ma a hit harcait? Hát testvéreim, erről hadd szóljak most, hogy ez az úton járás nem is olyan egyszerű, és nem is olyan könnyű. Megvannak ennek a nehézségei. A 367. dicséretünk írója úgy vall erről, hogy új próba és új küzdelem a hívők sorsa szüntelen. Igaz, hogy azzal folytatja, hogy azért ne csüggedjünk, ne féljünk. Az út rövid végére érünk. Az álmot üzd el, készen állj, Krisztus nép, jön a király. De ott van, hogy új próba és új küzdelem. Tehát, testvérek, nem csak arról van szó itt, hogy Jákob tusakodik az Úrral a Jabbók révénél, hanem látjátok, arról van szó, hogy ez a tusakodás tovább is tart. Ez a tusakodás ott nem ért véget, hanem ez a tusakodás, ez a harc, ez folyik tovább, folyik a szívben, folyik az akaratban, folyik egész emberi lényünkben tovább ez a tusakodás és ez a harc. Majd erről még lesz szó. Kedves testvérek, először is állapítsuk meg azt, hogy az az út, amelyre a hívőt Isten ráteszi és elindítja, amikor ráigazítja lábunkat a békesség útjára, az az út valóban keskeny. Ugye ismerjük, hogy keskeny az az út, amely az életre visz. És állapítsuk meg, testvéreim, hogy az az út, amelyen a hívő ember jár, az valóban keskeny. És egy példát elmondok, de csak azért, hogy annak üzenetét hadd mondjam el, nem olyan régen, talán 2 héttel ezelőtt
Ismét a Szabadság hídon jöttünk át a feleségemmel, autóval természetesen, és ha valaki ismeri a Szabadság hídat, tudja, hogy nem tudom, hogy az a legszűkebb híd, de minden esetre az autóknak kijelölt vonal, útvonal az nagyon, nagyon keskeny. Ugye egyik oldalon az útpatka, jó magas, másik oldalon meg ott jön esetleg a villamos mellettünk, és éppen úgy megjegyeztem a feleségemnek, hogy ezen a hídon nem szeretek átjönni, bár majdnem azon jövök a legtöbbet át, de mondom, hogy ezen nem szeretek átjönni, mert roppant keskeny ez a híd. És az ember fél, hogy ha jobbra megy, akkor a patkának ütközik, ha balról ott a villamos, nem jó vele kikezdeni, mert valószínű majd ő lesz az erősebb. És mondom a feleségemnek, hogy, és akkor gondolkoztam el ezen, hogy tulajdonképpen ilyen a hívő ember keskeny útja is, hogy nem az utat kell megnagyobbítani. Jézus Krisztus nem azt mondja, ha keskeny az út, akkor hát valahogy majd egy kicsit toljatok hozzá, ott a Szabadsághídon nem lehet hozzá toldani. És akkor mondom a feleségemnek, hogy de jobban kell figyelni. És figyeljétek meg, hogy a keskeny úton, hát ez van, hogy jobban kell figyelni. Hogy se jobbra, se balra ne térjek, hogy az Ószövetségben nem véletlenül olvassuk ezt. De amíg a Szabadság hídon az a jelszó, hogy jobban figyelj az útra, addig az Isten hívő népének az a jelszava, hogy jobban figyelj az Úrra. Mert itt nem az útpatkára kell figyelni, hanem arra, hogy akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Jobban figyelj az ösvényre, és jobban figyelj az Úrra. De hát nem ezt mondja nekünk a Biblia, testvérek? Nem azt mondja, hogy a keskeny úton vigyázzatok. Hányszor olvassuk ezt a Bibliában, hogy vigyázzatok, mert a ti ellenségetek szerte jár. Legyetek éberek, ugye? Jobban kell figyelni, testvérek, az úton. A keskeny úton jobban kell figyelni. De a keskeny úton az Úrra kell figyelni. Ugye azt mondja az ige, hogy nézzünk őre, nézzünk a hitnek szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Van kire néznünk. És ezt azért mondom, testvérek, mert amikor itt Jákob járja a hit útját, elkezd járni ezen a keskeny úton, figyeljétek meg, hogy mivel találkozik először. Először is találkozik egy nehézséggel. Nem tudom, az első verset olvasom még egyszer, ha elfelejtettük volna. Jákob pedig felemelé szemeit, és látta, hogy íme Ézsau jön, és 400 férfi ő vele. Mire gondolhatott rögtön Jákob? Hát arra, hogy 400 fegyverest hoz Ézsau, 400 férfi ő vele, hát ezek nem görbebottal jöttek, meg járókerettel, hanem ezek harcos férfiak voltak, életük teljében és erejében. Jön Ézsau 400 emberrel. Hát mit akar? Hát bosszút állni. Pedig a fejezet jól kezdődik, és felemelte szemeit. Amikor a Szentírásban ez van, hogy felemelte szemeit, ez mindig nem csak azt jelenti, hogy feltekintett, hogy mintha addig a földet nézte volna, hanem a Bibliában ez mindig azt jelenti, hogy felemeli szemeit az Úrra valaki. De itt mit olvasunk, testvérek? Felemelte szemeit, na a folytatás a baj. És látta, hogy Ézsau jön szembe 400 emberrel. Felemelte szemeit, és rögtön csak azt látta, ami a szem előtt van. Pedig a újjá született embernek a lelki szemeit kellene használni, nem? Füle Lajos bácsi írt egy verset, amikor a lelki pásztorunk úgy félig elvesztette a látását, és azt mondták neki, hogy lassan elfogja az egészet majd veszteni, és akkor Lajos bácsi írt egy kedves ilyen négysoros verset. Valahogy úgy hangzott, most nem kerestem ki, mert most jutott eszembe, hogy valahogy úgy hangzott, hogy ha megsötétedik is szemem, Uram, a lelki szemeim látását csak azt el ne veszítsem. A lelki szemeim megmaradjanak.
olyan hatással volt rám ez a vers. Na de nem igaz, testvérek? Már eltemettük itt a járvány alatt a gyülekezetben azt a kedves testvérünket, aki nem látott és úgy ült közöttünk az Isten tiszteleten, általában a 8-ason, hogy évtizedek óta teljesen vak volt, és mindig azt mondtam neki, hogy Laci bácsi, de a lelki látásod meglegyen. A lelki látásod. Itt a földön elveszthetjük szerelmünk tárgyait, de mit mond az énekíró? De maradjon meg mellettem szerelmed és a hit, csak azt el ne veszítsen. A lelki látást. És testvéreim, a hit útján, akiknek hála Istennek vannak testi szemeink, de vigyázzatok és vigyázzunk, hogy a lelki látásunkat el ne veszítsük. Felemelte szemeit, és milyen jó lenne, ha azzal folytatná, hogy és látta az Urat, látta a láthatatlant. Milyen jó lett volna, ha azt olvassuk az ígében, hogy és látta az ő dicső Urát, látta az ő nagy, hatalmas megváltóját. És mit olvasunk? Nem, meglátta Ézsaut. Meglátta Ézsaut. És ebből következett az, hogy elkezdett félni. Nem úgy volt, mint később majd Elizeus meg a szolga, emlékeztek, hogy mit lát az egyik, mit a másik. Jaj, jaj, édes Uram! És az egyik látja a seregeket, az idegen hadsereget, a másik meg szintén sereget lát, de a seregek Urát. Ő a mennyei sereget, Elizeus a mennyei sereget látja. Milyen jó lett volna, ha felemeli szemeit, és látja Istennek az ígéreteit. Mibe kapaszkodhatott volna Jákob? Hát emlékeztek, mit mondott neki Bételben? Keressétek majd ki, most olvastuk, nem régen. Ugye Bételben azt mondja neki Isten, hogy visszahozlak téged erre a földre. És ha Jákob ebbe belekapaszkodik, ja, én még nem értem vissza arra a földre, hát Isten azt mondta, hogy visszavisz. Hát akkor Ézsaunak a 400 embere, hát mi az? Hát nekem van egy hatalmas uram, aki nem 400 ember fölött úr, aki nem 400 katonát tud hozni, hanem a menny összes seregét tudja mozgósítani egy pillanat alatt. Hát akkor mit félek? Mit fél az én szívem? Igen, testvérek, ezen a harc mezőn egy roppant fontos dolog az, amit itt látunk az Isten igéjében, nézni az Úrra néz. Az Urat lásd. Az Urat tudjuk nézni, testvérek, és ne azt, ami sokszor a szemünk előtt van, amit látunk. Szóval a hívő ember az ő lelki útján úgy megy, hogy ott az ellenség és van harc. Milyen jó lenne egy csendes hét lelki közösségében maradni, nem? Sokszor, amikor csendes héten vagyunk, kizárva minden, a világ, a tévé, a környezet, sokszor még a család, a munka, milyen jó lenne úgy maradni, és nem, el kell jönni, és vissza kell menni. És vissza kell menni, mert nem rejtethetik el a hegyen épített város. Vissza kell menni az emberek közé. Nem véletlen, testvérek, hogy Jákob szívében, mivel a láthatókra néz, ezért rögtön megfogan a szívében a félelem. Jákob szívében tovább erősödik a félelem. Tudjátok, hogy a Bibliában mi a félelemnek az ellentetje? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a bátorság, de a Bibliában nem. Itt a földön lehet. Itt a földön lehet, hogy azt mondjuk, hogy aki nem fél, az bátor. Itt lehet azt mondjuk, hogy aki nem bátor, az fél. A Bibliában tudjátok, hogy tanít bennünket Jézus? Hogy mi a félelemnek az ellentetje? A hit. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, mit féltek ti, bátortalanok? Nem, mit féltek ti, kicsiny hitűek? Ugye? És Jézus nem azt mondja, hogy mit féltek ti, bátortalanok, hanem az, hogy mit féltek ti, kicsiny hitűek. A Bibliában tehát a félelem
ellentéte a bizalom, az Úrban való bizalom, a ráhagyatkozás, amit a Biblia hitnek nevez. Mit féltek ti, kicsinyhitőek? Vagy gondoljatok a másik igére, amikor azt mondja az Isten embere, hogy ha félnem kellene is, én bízom te benned. Nem azt mondja, hogy ha félnem kellene is, hát majd összeszedem magam és minden bátorságomat, hanem azt mondja, hogy ha félnem kellene is, én bízom te benned. Ezért Istenben bízom, mondja másik helyen, nem félek, mert ember mit áthat nekem. Ugye, hogy a Bibliában a félelemnek mindig az ellentéte a hit. És ott, ahol félelem van, ott kicsiny hit van, vagy hitetlenség van. Ott, ahol pedig hit van, ott oszlik a félelem. Ott is megvan a félelem, de ott el fog oszlani. Ott úgy eloszlik, mint a reggeli pára, mint a harmat, mint az a köd, amikor a nap kisütés felszáll, és többet nem lesz. Ott úgy eloszlik a félelem, és az aggódás, és a nyugtalanság, mert ezek úgy párban járnak egymással, nem? Ezek kéz a kézben járnak egymással. A félelem, a nyugtalanság, az aggódás, ezek bizony iker testvérek a Bibliában. Ilyen hármas ikrek a Bibliában, ugye? Félelem, nyugtalanság, aggódás. Ezek a hármas ikrek. Egy tőről fakadnak az Isten igéje szerint. Azt mondja Jézus a tanítványoknak egy másik helyen, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ugye, megint a bizalom, meg a félelem van egymás mellé állítva. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Vagy az előbb említett János 14-ben, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne féljen, és mit állít mellé Jézus? Hát higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Mert mi fogja oszlatni a félelmet? Nem a te bátorságot, hanem a Szentlélek által gerjesztett és munkált élő hit fogja majd oszlatni a szívünknek a félelmét. Ó, testvéreim, ha most valaki fél közületek, annak hadd mondjam azt, hogy a Biblia így biztatja, ne félj, mert veled van az Úr. Ha valaki fél egy döntéstől, amely előtte van, ha valaki fél egy másik döntéstől, amelynek ő szenvedő alanya lesz esetleg, ha valaki fél közületek a jövőtől, vagy bármi mástól, arra csak egyetlen megoldás van, ha ráléptél a hit útjára, az, hogy bízd is magad őre el. Akkor bízd magad őre el. Mondják Jobbnak, ugye? Bízd magad őre, és légy békességben. Ezekből majd jó származik reád. Igen, bízzatok, mert hatalmas Urunk van. Kapaszkodjunk bele az ő ígéreteibe, mert azok igazak és ámenek. Figyeljétek meg, most ebben nem megyek bele, de figyeljétek meg, érdemes lenne egyszer erről is hosszabban szólni, hogy ez a hitetlen, bennünket körülvelő, vevő világ mennyire plántálja a szívünkben a félelmet. Majd egyszer figyeljétek így meg a híreket, hogy mennyire a félelmet akarják a szívben elültetni. Azért, mert az ember, aki fél, az legalábbis én szerintem sokkal jobban manipulálható, megvezethető, mert a félelem az úrrá lesz az életén. És figyeljétek meg, hogy mindennel, a jövőtől való félelemmel, minden félével bennünket riogatnak. Most csak egy dolog jutott eszembe éppen a múlt héten, amikor ha nem szégyeltük volna, még a fűtést bekapcsoltuk volna, még a múlt vasárnap is emlékszünk rá, május 31-én, meg június 1-én, ugye, és amikor fenyegetnek azzal, jön a globális felmelegedés, én nem tudós szemmel vizsgálom, hát mi még abból a múlt hétig nem sok mindent éltünk meg, hogy a nagy felmelegedés jönne, mert még majd megfagytunk, szeptember 1-én meg már lehet megint be kell kapcsolni a fűtést,
Most nem azt mondom, lehet, hogy van ennek megalapozott alapja a tudósok részéről, de figyeljétek meg, hogy a félelem. Majd elolvadnak a jéghegyek, majd ugye Hollandiából sokan elmenekültek. Például ott hagyták, mert jön a tenger, el fog mindent foglalni, minden el fog áradni, és inkább meneküljünk ugye olyan helyre, ahol azért kicsit a tenger szint fölött vagyunk. A félelem. Most nem megyek ebbe bele, testvérek, lehet ezzel vitatkozni, nem így látni, azt is aláírom. De hogy a világ el akarja hinteni a félelmet a szívben, az biztos. Tudjátok, miért vagyok ebben biztos? Azért, mert Jézus meg azt mondja, hogy ne féljetek. Ez a világ még mindig azt mondja, amit Jézus, mindig az ellentétét mondja, amit Jézus mond, nem? Mindig az ellentétét fogja. Hát ha Jézus azt mondja, hogy bízzatok, ne féljetek, akkor a világ csak azt mondhatja, hogy féljetek és ne bízzatok semmiben, legfeljebb csak magatokban. Legfeljebb csak magatokban. Erről csak ennyit, testvérek. De az a baj, hogy látjátok, a félelemből fakadnak cselekedetek. Fakadnak cselekedetek a félelemből. A félelemből ott van, hogy beosztja a családját, ugye olyan szépen a gyermekeket Lea mellé, Rákel mellé és két szolgálója mellé. Aztán előreállítja a szolgálókat a gyerekeikkel, aztán Leát meg a gyerekeit, leghátul megy, aki a szívének legkedvesebb, Rákel és József. Azokat leghátul állítja. Miért? Mert ha Ézsau támad, hát akkor először a szolgák hújjanak. Hát baj, de hát azért legjobban Rákhelt és Józsefet védjük. Így fontossági, a szívének legalábbis érzelmileg fontossági sorrendbe állítja őket. De tudjátok, mégis ott van az igében, hogy ő áll az érre. És én ebből most egyetlen dolgot hadd emeljek ki, egyetlen üzenetet, testvérek, ami nekünk fontos, mert mi már ilyen helyzetben nem leszünk, hogy az egyik feleség, bár sose tudni, hogy az egyik feleség megy itt, a másik ott, a szolgálóktól születettek meg legelől, de hogy mi a mi lelki utunkra nézve ez a, ennek az üzenete, azt az új szövetségben találtam meg. A Jákob lelki életének a rezdülései, tudjátok, hol vannak leírva? Én azt mondom, hogy a római levélben. A római levélben vannak leírva, és majd mindjárt idézek onnan, hogy lássátok meg, és ezért szeretném elmondani, hogy meglássátok azt, hogy mire alapozom én azt, hogy a tusakodás az nem ért véget azon az éjszaka a jobbok révénél. A tusakodás az tovább, úgy, mint ahogy nem is ott kezdődött a tusakodás, ugye? Jákob tusakodása hol kezdődött? Most nem Biblia ismereti órán vagyunk. Hát nem az anyamében kezdődött? Nem ott tusakodott már Ézsauval? Nem ott kezdődött? Elég korán kezdődött a tusakodás, de nem is ért véget a jobbok révénél. Mi hogyan beszél Pál apostol erről a tusakodásról, testvérek? Ami hitben megjárt lelki utunkat végig fogja jellemezni a halálunkig. Például Róma 6.12. verstől nézzük meg az igét. Róma 6.12-től. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Hát a hívő embernek ez a tusakodása. Ugye ez újjászületett embereknek szól, mert azt mondja, hogy mint akik a halálból életre keltetek. És akkor mi lesz? Hát az, hogy ne szánjátok oda a ti tagjaitokat, a bűn fegyverejük, nem szánjátok oda az Istennek. Ez a tusakodás, hát nem ez folyik? Mint ahogy egy megszabadult iszákos mondta nekem egyszer, tudod, mikor a haverok ismét meghívtak, és elém tették a pohár bort, és megfogtam, aztán úgy félúton a számig, mikor emeltem a számhoz, félúton megálltam vele,
hogy most megígyam, vagy letegyem. Hát ez nem tusakodás, testvéreim. Vagy aki leszokott a cigarettáról, ugye, aztán előveszi, most meggyújtsam, vagy ne gyújtsam. Sorolhatnám vég nélkül. Hát tudjátok ti ezeket, mert ott van az életünkben naponta, nem? Tusakodás. Hát ez a tusakodás, hogy nem szánom oda. Ne szánjátok oda tagjaitokat, hanem szánjátok oda az Istennek. Vagy tovább menjünk, ugyan erről szól a 7. fejezet a 22. verstől következő fejezetben. A 22. verstől így olvassuk. Bocsánat, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az én elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Hát ugye, egy szent életet élő apostol, ő tudja, hogy nincs tökéletesség. Mert azt mondja, hogy ott van, gyönyörködöm az Isten törvényében, mert a hívő utunkat úgy járjuk, hogy ígéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, de ugyanakkor látok egy másik törvényt is az én tagjaimban, mely ellenkezik és rabul áld a bűn törvényének. És eznek a tusakodásnak az eredménye lesz majd a bukásaink vagy a győzelmeink. Ennek az eredménye lesz. De tudjátok, azért jó a hit útján járni, mert nekünk még a bukásainkban is könyörülő Urunk van. Aki nem a hit útját járja, az csak a bukásban leledzik, az csak a sebekben. Csak a vereségekben. Aki a hit útján jár, annak is lesznek harcai, de annak kegyelmes Ura gyógyítja sebeit és kötözi be. Ugye? Erre is van ígéretünk. Azt a kegyelmes Isten felállítja, talpra állítja és tovább viszi. Ez a nem mindegy, testvéreim. Ezért érdemes ezen az úton járni, ezért érdemes ezt a harcot harcolni, amiről Pál apostol azt mondja az élete végén, hogy azért ez nemes harc. Ez jó harc. De éppen ezért. Mert valaki az érre állt, mert Jézus Krisztus a fővezér, és ő megy elől, mi pedig követhetjük lábnyomát mindenen át. És még ha valakit meg kell győzni, akkor a Róma 8:14-15 győzze meg, ugyanerről beszél, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Nem a szolgaság lelkét félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Tehát a hívő emberben ez a harc folyik tovább, és ez a tusakodás, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy a testi és a lelki harc. A testi ember és a lelki ember, mivel testben is vagyunk. Majd egyszer letesszük ezt a harcot, amikor letesszük a testet, majd vége lesz ennek a harcnak, és végére érünk, de addig, testvéreim, hadd kívánjak nektek is, magamnak is, jó lelki harcokat. Mi általában jó egészséget szoktunk egymásnak kívánni, hát lehet azt is. De itt a gyülekezetben talán azt lehetne mondani, hogy jó lenne egymásnak jó tusakodást kívánni. Jó tusakodást. Mert hogy vannak harcaink, az biztos, testvérek. Csak lehet, hogy valaki nem beszél róla. Lehet, hogy valaki elnémítja magában, de hogy ezeket a belső lelki harcokat harcolja, az egészen bizonyos. Olyan szép az az ének az 511. dicséretben, sokszor temetésen énekeljük, csak pedig lehetne máskor is, győztes leszek, csak te légy
Uram velem. Jó a jabbók réve után lenni. Jó új névvel és még jobb új szívvel járni. És jó elmondani, hogy harcainkban is egyetlen mentségünk van. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy halálból való feltámadásod által új életre hozott bennünket, ami Atyánk akarata és a Szentlélek munkája. Köszönjük neked, hogy elénk adod Jákob harcait azért, hogy tanuljunk belőle, és bízzuk magunkat egészen te rád. Bocsásd meg, hogy amikor nem ezt tettük, abból fakadtak a mi félelmeink, nyugtalanságaink, kuszaságunk, és közben nem tudtunk neked szolgálni, és másoknak örömmel bizonyságot tenni arról, hogy ki a mi Istenünk. Köszönjük, hogy Jákob története annyira figyelmeztet bennünket, aki elmondta, hogy mit kapott Istentől, gyermekeket és jószágokat, de még nem tudott arról beszélni, hogy ki az, akitől kapta ezeket. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi is csak azt mondjuk el, hogy mit kaptunk tőled, és nem azzal dicsekszünk, hogy ki vagy te, hogy milyen a mi Istenünk. Köszönjük, hogy ez is egy nagy harc, egy lelki harc a mi szívünkben, hogy téged valljunk meg, te rólad tegyünk bizonyságot, hogy te rólad beszéljünk, dicsőségedről, szentségedről, igazságodról és a te irgalmadról, amely a Golgotán tündöklött Jézus Krisztus engesztelésében. Köszönjük, hogy vívhatjuk a mi harcainkat, Urunk. Bocsáss meg, ha elegyedünk az élet dolgaiba, pedig a harcos nem elegyedhetik bele. Bocsáss meg, ha nem vesszük fel minden lelki fegyverünket, amelyet elkészítettél és adsz nekünk. Bocsáss meg, ha azt gondoljuk, hogy a hívő élet az egy könnyű úton járás. Engedd meg, hadd lássuk meg, hogy nem, állandó rád figyelés. Állandó szemlélés, hogy le ne vegyük szemünket rólad, aki elől, még elől jársz, és aki követésedre hívsz bennünket. Oszlasd el félelmeinket, ha lennének most. Nyugtalanságunkat, tanástalanságunkat, Urunk, és engedd, hogy lelkiképpen tudjunk dönteni, hogy szánjuk oda tagjainkat neked. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetet, kicsinyeket, nagyokat, eléd hozzuk betegeinket, Urunk, kórházban szenvedőket, eléd hozzuk azokat a testvéreket, akik már letenni készülnek ezt a harcot. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk értük, hogy hitüket és beléd vetett bizalmukat megőrizzék, tartsd meg őket. Imádkozunk azért a családért, akik a héten temették szerettüket. Kérünk, hogy vigasztald őket igéddel, és engedd, hogy ők is rád bízzák életüket, és benned ismerjék fel élő megváltójukat. Eléd hozzuk mindazokat a fiatalokat, akik vizsgáznak ezekben a napokban, hetekben. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetünk számukra szorgalmat, türelmet, jó előmenetelt. Köszönjük a szép időt, amit adtál nekünk. Köszönjük a természet szépségét, de legjobban köszönjük Krisztusban megnyilvánuló szerelmedet, amely ő benne hajolt le hozzánk. Köszönjük, hogy velünk vagy, megváltónk. Hadd kérjünk, maradj velünk. Amen. Csöndes imádságban mi is mondjuk el könyörgésünket az Úrnak.
Jézus így is tanított imádkozni minket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gondnok úr szavait hallgassuk meg, testvérek, most a záró ének éneklése előtt. Szeretettel köszöntöm a kedves pedagógus testvéreket ma a pedagógus nap alkalmából. Most túl vagyunk nehéz heteken, napokon, hónapokon, és annyi mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy ezekben az időkben mégis elfogadhatóvá és kicsit élhetővé tették az egyébként megszorított életünket. Azoknak, akik az egészségügyben dolgoznak, a boltokban dolgoztak, a szülőknek, akik plusz feladatokkal otthon a gyerekekkel küzdöttek, és még ezt a sort hosszan folytathatnánk. De ez a mai nap, ez dedikáltan a pedagógusoké. A gyülekezetben lévő pedagógus testvéreké, akiknek szeretnénk ezúttal megköszönni egész éves munkájukat, azt a munkájukat, amelyik azért merőben különbözött a korábbi éveknek a munkájától. Ez az év tele volt váratlan kihívásokkal, amelyek részükről váratlan megoldásokat követeltek, és hogyha visszanézünk most az iskolai év vége fele, akkor láthatjuk, hogy milyen kiválóan oldották ezt meg. Eleget tettek a megváltozott követelményeknek, a megváltozott lehetőségekkel éltek, eleddig járatlan ösvényeket tapostak ki, és ezt köszönjük nekik. A diákok végezték a dolgukat, egy kicsikét jajgattak, hogy több feladatuk van, mint hogyha iskolába jártak volna, de én azt hiszem, hogy ez inkább csak annak szólt, hogy nem találkoztak az iskolatársaikkal, meg a barátaikkal. Én a magam részéről biztos, hogy nem tudtam volna megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket a diákok fele felállítottak. Az unokáim lelkesen magyarázták az online oktatásnak a rejtelmeit, de én olyan hamar elvesztettem a fonalat, hogy kértem, hogy az egészet felejtsük el, mert én nem biztos, hogy fogom tudni követni. És ott volt a tanárokra nehezedő plusz feladat, a megváltozott feladatokból és a fokozott terhelésből adódóan, aminek ők kiválóan eleget tettek. A tanároknak azonban volt egy plusz segítségük is, mégpedig az igei útmutatások. A Bibliából hallhatták, hogy amit ők végeznek, a szolgálat, illetve ez a szolgálat egy kegyelmi ajándék. Ezt úgy olvashatjuk a Róma 12-ben, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. Ha valamilyen szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban. És a pedagógus testvérek ezt a szolgálatot végeztek, értek a kegyelmi ajándékukkal. És mi volt ez a szolgálat? Erre is találunk választ a Példabeszédek 22.6-ban. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És ebben az egy mondatban összegezve van az egész pedagógusi hivatásnak a lényege, a feladata, a felelőssége, az, hogy az ismereteket úgy adjuk át, találjuk meg azt a hangnemet, azt a módot, hogy úgy adjuk át a diákoknak, hogy erre majd öregkorukban is emlékezni fognak. És ennek a mondatnak van egy mai napra vonatkozható másik értelme is, hogy megfelelő módon adjuk át az ismereteket, vagy adják át a tanárok az ismereteket, ez most az online oktatásban valósult meg, és egy biztos, hogy erre öregkorukig emlékezni fognak. Egy évvel ezelőtt, mikor itt összegyűltünk ugyanígy pedagógus napon, nem gondoltuk, hogy egy év múlva ilyen rendhagyó
módon, szokatlan körülmények között fogjuk ezt megünnepelni, de adjunk hálát Istennek, hogy most már személyesen találkozhatunk, bejöhetünk a templomba, és itt adhatunk hálát azért a isteni kegyelemért, amit egész évben tapasztalhattunk. Külön szeretném üdvözölni azokat a testvéreket, akik most személyesen nincsenek itt, és csak otthon néznek bennünket, és szeretném így online köszönteni őket. És minden pedagógus testvérnek Istentől megáldott, kellemes és pihentető nyarat kívánok. És a pedagógus testvéreknek szeretnénk ajándékként egy könyvet átadni, úgyhogy megkérem, hogy ide az úrasztalához fáradjanak ki. Köszönjük szépen. Köszönöm az szépen. Áldó ige meghallgatása előtt énekeljük testvérek a 227. dicséret első, második, negyedik és nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen.